Önök az M-Plane Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Legfontosabb híreinkkel kezdünk. Folytatódik a homlokzat felújítás Sárospatakon. Önkormányzati lakások mellett magántulajdonban lévő ingatlanok is csatlakoztak a programhoz. Újra egy Tokaj hegyaljai borászat lett az év szőlőbirtoka. A szép és gondozott környezet vonza a turistákat. Családi napok a dohánygyári dolgozóknak. Kirándulást és horgászversenyt szervezett a szakszervezet. Az elmúlt éven három, idén két belvárosi épület homlokzatát újítják fel Sárospatakon. Az ingatlanok többségében önkormányzati tulajdonban vannak, de néhány magánlakás is bekerült a programba. Egy megállapodás szerint az igénylőknek csak az alapanyagot kell biztosítani, a szakemberek költségét az önkormányzatája a Start munkaprogram keretében. Egyre több belvárosi ingatlan homlokzata újul meg Sárospatakon. Főként önkormányzati tulajdonú épületekről van szó, de már néhány magántulajdonú ingatlan lakói is kérték a kommunális szervezet közreműködését. A nyár egyik legnagyobb munkája a Kossuth utcán történt, ahol egy többségi önkormányzati tulajdonú épület külsejét újították fel, a régi szociális diszkontot. Most a belváros egy másik pontján, a Rákóczi utcán végeznek homlokzat felújítást egy műemlék jellegű épületen. Minden egyes épület, mint ahogy el is mondta, különleges és külön technológiát igényel. Az előző Kossuth utcai ingatlanhoz külön stukkókat kellett gyártatnunk. Itt is a műemlék jellege miatt nagyon oda kell figyelnünk az alkalmazott technológiára, illetve az eredetiség visszaállítására. A felújításokat korábban a szociális foglalkoztatás keretében, manapság a közmunkaprogram részeként végzik el. Ezzel egyben azt is elérték, hogy valóban értéket teremtenek, amely a helyieket szolgálja. A régi épületek rendbetétele önkormányzati kezdeményezés, de egyre több magánszemély vagy társaság is csatlakozik hozzá. Nagy örömömre most már egyre több magánszemély, cég, egyház is csatlakozik hozzá, akik saját erőből folytatják ezeket a programokat. Most átvonultunk a főutcára, és ott még szerintem még legalább egy homlokzatot ebben az évben fel fogunk tudni újítani, egy picit más konstrukcióban, mint a korábbiak voltak. Én úgy gondolom, hogy annak a lehetőségét, hogy a jövőben is folytatni tudjuk, mindenféleképpen meg kell találnunk, mert látható, hogy a 20-30-40 éve lepukkant állapotban lévő belvárosi, és aztán remélhetőleg tudunk kijebb is menni a belvárosban lévő homlokzatok bizony törődést igényelnek, megígértük, teljesíteni fogjuk. A fokozatosan megújuló belvárosi környezet a helyiek számára az élhetőséget biztosítja, a városba látogatók számára pedig jelzi, helyben törődnek a régen épült, a városképet is meghatározó különlegességnek is számító polgári épületek karbantartásával. A Tokaj hegyaljai Patricius borház lett idén Magyarország legszebb szőlőbirtoka. A Bor és Piac magazin által másodszor meghirdetett versenyre olyan szőlészetek nevezhettek, amelyek amellett, hogy törekednek a legjobb minőségű bor előállítására, gondot fordítanak a természetértékek megőrzésére, a pincészet esztétikai megjelenésére, a birtok és a táj harmóniájára. A tokai hegyaljai borászatok mindig az élvonalban szerepelnek, a tavalyi versenyt is egy tarcali szőlőbirtok nyerte. A felszínen gyönyörű szőlők és műemléképület, a szem előre rejtve a föld mélyében azonban a legkorszerűbb technika. Ez jellemzi a Tokaj hegyaljai Patricius birtokot. A borászat hagyományos Mincent havi mulatságára érkezett turistákat is lenyűgözte a borház és környezete. Ez a gép leválasztja a kocsányi oldalunkat, leütényi párcai, csodálatos, az szép, hogy így ápolják és így újraélesztik ezeket. A Mincent havi mulatság idén kétszeresen is örömünnep volt. A Patricius borház ugyanis megnyerte a Bor és Piac magazin legszebb szőlőbirtokok számára kiírt versenyét. A magazin olvasói szavazhattak a benevezett 77 borászatra, majd a legjobb 10 közül egy szakmai zsűri választott. Vizsgálták az ültetvények állapotát, azt, hogy a gazdálkodás mennyire természetközeli, valamint hogy a birtok az épületeivel hogyan illeszkedik a tájba. Talán a döntő momentum az az volt, hogy összeült a 8 tagú bizottság, és szoros volt a küzdelem, de végül feltettük magunknak azt a kérdést, hogyha egy külföldi csoportunk jön, akár szakértők, akár kedves vendégeink, melyik lenne az a birtok a 10 közül, ahova elvinnénk őket abban az esetben, ha csak egy helyet mutathatnánk meg nekik az országban.
A családi tulajdonban lévő borászat kialakításakor már a kezdetektől arra törekedtek, hogy a gazdasági épületek a lehető legkevésbé legyenek láthatók. A szépen gondozott szőlők és a több mint 300 éves présház tűnjön csak a látogató szemébe. A tulajdonosok célja nem a tömegtermelés és a legnagyobb haszon elérése, hanem a lehető legjobb minőségű bor készítése a környezettel harmóniában. Ez egy patrimoniális befektetés, ilyet az ember akkor csinál, amikor a családjára gondol, amikor az utódaira gondol, akiknek én szívesen hagyok egy ilyen objektumot, ami talán összefogó erővel fog bírni. A tokajhegyaljai borászok a turizmus fellendítésében látják a jövőt. Így van ezzel a hét dűlőben 85 hektáron gazdálkodó Patricius borház birtok igazgatója is. A most elnyert díj ezt a törekvést is segíti. Egyre többen jönnek a borvidékre. Nekünk azt kell elérni, hogy őket ide vonzuk, és megmutassuk nekik az, ami itt van. Tehát ugye ezt a világörökségi tájat, ezt az érintetlenséget, ezt a gyönyörű természeti tájat, büszkélkedjünk vele. Legyünk büszkék rá is, és mutassuk meg a mögötte lévő értékeinket, legyen ez történelmi érték, gasztronómiai, borászati vagy más egyéb érték. A Patricius borház egyébként a minőségi borok készítése mellett kiemelt figyelmet fordít a kortárs művészetekre is. A borházban állandó kiállítást tekinthető meg, odakint pedig a dizájnereknek, iparművészeknek másodszor meghirdetett tervez borosüveggel pályázat nyertes alkotásában, Kelesára borosüvegek felhasználásával épült kerti lugasában iszogathatnak a vendégek. Családi napot szervezett a Sátoraljaújhelyi Dohánygyár szakszervezeti vezetése. Zsóri András elnök 14 éve minden esztendőben megszervezi ezt a programot. Ilyenkor mindig változatos programmal várják a tagokat. Az idei kétnapos esemény szombaton Nyíregyháza sóstó programmal, vasárnap pedig vajdácskai horgászversennyel és vendéglátással zajlott. Sok-sok éves hagyománya van már a családi napok megrendezésének. Sátoraljaújhely legrégebbi üzemében, a 122 éves dohánygyárban. Zsúri András szakszervezeti elnök 14 éve szervezi ezt az eseményt, mindig más és más helyszíneken. Ez egy családi hétvége, amely azt jelenti, hogy tegnapi nap szombaton busszal a szakszervezeti tagok és családtagjai elmentünk közösen Nyíregyháza sóstóra, az állatkertbe, illetve akinek kedve volt, az elment fürödni a benti medencébe, és lezárásaképpen az évnek itt Vajdácskán egy évad záró horgászversenyt rendeztünk 12 csapattal, gyakorlatilag most lesz vége a versenynek. Ez az üzem az egyetlen magyar tulajdonban lévő, 100%-ig magyar tulajdonban lévő dohánygyár, ami különös színfoltja a Sátoraljaújhelynek. Egy olyan programon lehetünk itt, amit ezen üzem szakszervezeti vezetése, szakszervezeti szervezet, és nem első alkalommal rendszeresek a programjaik. Most egy horgászverseny, tegnap egy nyíregyházi kirándulás, egy vadaspark bejárás. Én azt hiszem, hogy minden embernek, aki ilyen megfeszített munkát végez, mint a dohánygyárban történik, minden embernek, minden családnak szüksége van időnként kikapcsolódásra. Nem csak a munkapad mellett, nem csak a futószalag mellett kell együtt dolgozni, hanem együtt kell örülni annak, hogy vannak az életben szép pillanatok is. Többek között ez a verseny, függetlenül attól, hogy ki hány halat fogott, meg hány kilót, vagy éppen mennyi hal ment el, mert hát azt gondolom az egészben nem ez a legfontosabb. A csapatépítés az nem a hal mennyiségétől függ, hanem a jó hangulattól, az meg láthatóan adott. Ezen a hétvégén, a szombati és a vasárnapi programon mindenki jól érezte magát. Hallottuk a vajdácskai gólya horgásztónál, ahol szép számmal jöttek össze családtagok és horgászok egyaránt. Nagyon jól érezzük magunkat. Én a szakszervezet meghívására jöttem ide a férjemmel, és gyönyörű a tó, most vagyok itt először, úgyhogy a fiúk is fogtak egy pár halat, gyönyörű a hely. Mi minden éven itt vagyunk, minden éven eljövünk ide erre a rendezvényre, mi nem horgásztunk, de nagyon gyönyörű ez a hely, és nagyon finoman főznek, mi minden éven eljövünk ide. Azért lehetett volna egy kicsit jobb fogás is, csak hát ugye csak október van, és ugye már ilyenkor halak nem úgy esznek, mint kéne. De ez egy jó színvonalas verseny volt szerintem. Mindenki csinálta a dolgát, tette a dolgát, csak hát így sikerült, így sikerült. 12-14 kiló körüli apró halat sikerült fogni, volt pont, ami elment sajnos a versenyzőktől, illetve sikerült fogni egy 7 kiló 30 dekás pontot.
A két nap során voltak, akik egy kis őszi családi gombázásra is sort kerítettek. Ezeket a gyönyörű őszi tinórákat a Gosztonyi család szedte, és a családfő egy kis rögtönzött gomba bemutatót is tartott nekünk Vajdácskán. A sámánok, Ukrajna területén élő sámánok ezt használták transzbeeséshez. Tehát ők ezt megették, egy fél ilyen gombát megettek, és akkor transzbeestek, és ettől jött a sámántánc, jött a varázslat, ugye, tehát ez a volantgomba. A 4 órás horgászverseny hamar véget ért, és a helyezettek értékes jutalmakat kaptak, s a családtagjaikkal együtt ünnepelték a győzelmet. Természetesen mindenkit vendégül látunk, aki a szakszervezethez kötődik, így a vállalat vezetését, hiszen ők folyamatosan évek óta, évtizedek óta támogatják a szakszervezetnek a működését. Ez oda-vissza való kapcsolattartás, és ilyenkor tulajdonképpen megragadjuk az alkalmat, hogy megvendégeljük őket. Jó hangulatú vendéglátással zárult a kétnapos dohánygyári szakszervezeti családi nap, ahol jófajta halászlé, sült hal, vadpörkölt és sok-sok finomság tette emlékezetessé a két napot. Mézek, lekvárok, kézműves sportékák várták az érdeklődőket a hétvégén Sátoraljaújhelyen. A zempléni piacot júniustól minden hónap második szombatján megszervezik az Ungvári piacon. Egyrészt teret adva a kistermelők bemutatkozásának, másrészt a hazai termékek kedvelői, így könnyebben hozzájuthatnak a keresett termékekhez. A program keretében a borászatok is bemutatkoznak, most a Doró pincészet várta a finom borok kedvelőit. Kistermelők kínálták portékáikat október második hétvégén a világörökségi Ungvár pince soron. A zempléni piac Sátoraljaújhely már hagyományos rendezvénye. Célja a hazai termelők támogatása, a helyi termékek népszerűsítése. Megismerjék, hogy a környéken egyáltalán ki az, aki őstermelő, saját termelő, mert azért az üzletláncokban azért gondolom, hogy behozatal gyümölcs, zöldség van, és ez nagyon jó, hogyha megismerjük, hogy kinél lehet jót vásárolni és minőségit. A különféle ízű vagy ízesítésű mézekre, szörpökre, lekvárokra akár úgy is tekinthetünk, mint a természet üvegbe zárt csodáira. Göncfalvi Anikó nyáron kezdte el a gyümölcsök lekvárként való feldolgozását, értékesítését. Termékeit mára sokan megismerték és egyre népszerűbbek, ráadásul a választék folyamatos bővítésére törekszik. Most pedig a jelen gyümölcsök vannak még nálunk, ez a szilva, a körte, az erdei szeder, illetve őszi barack az, ami még, és ezek variációi, amelyek vannak még. A húsos pultnak az illata és a látványa is csalogató volt. A sertésből készíthető termékek széles választéka megtalálható volt rajta. Sajttól a szalonnán át a különféle kolbászokig. Készítőik a Szabolcs megyei Kálmánházáról érkeztek a Sátoraljaújhelyi termelői piacra. Nagyon fontos, hogy a termelőket kell támogatni, nem pedig a viszonteladókat, kereskedőket, üzérkedőket, ahogy édesapám szokta mondani. Nagyon jó, mert megismerik az embert, és hála Istennek visszatérő vásárlóink vannak, mert ugye sokat gyára vagyunk itt mi is. A zempléni piac alkalmat teremt a helyi borászok bemutatkozására is. Ez alkalommal a Dóró pincészet várta nyitott ajtókkal a finom tokai italok kedvelőit. Nekem válogatott tokai boraim vannak, Sárasadányban, Bordogolasziba és Tolcsván vannak szőlőim, azon kívül egy családi birtokot őrzök Tokajból, ami a feleségem családjai volt, azt kiszélesítettük, mert a tarcali korábbi birtokot azt hát már értékesítettem, és tulajdonképpen egy ilyen kisebb mennyiségű, de mindenféle fajtára kiterjedő furmentom, hársam, sárga muskotájom, különböző hát minőségű édes küvéim vannak, asszonyim vannak, asszony eszenciáim vannak. A visszatérő vendégeket és azokat is várják a jövő hónapban a termelők, akik most nem látogattak ki az Ungvár pince sorra, hiszen november 2. szombatján újra termelői piac lesz Sátoraljaújhelyben. Az idén már a 10. évadban fogadja a különböző színházi előadásokat a Sárospataki Művelődésháza és Könyvtára. Már több mint 200 bérletet vásároltak meg a színház kedvelők, illetve az előadások közelettével a jegyek árusítása is beindult. Az évadban 3 előadást szerveztek a Művelődésháza dolgozói. Az új 2013-2014-es évad elején újraindította a színházi előadásokat a Sárospataki Művelődésháza és Könyvtára.
Most is lehetőséget nyújtanak a szórakozni vágyóknak a színházi bérletek újraváltására, melyről már szeptember közepén értesítést is kaptak az előző évi bérletesek, mondta a művelődés házaigazgatója. Szeptember közepén kaptak értesítést a régi kedves vendégek, hogy a régi helyeiket visszavásárolhatják, illetve mindazok, akik ebben az évben döntöttek úgy, hogy szeretnének ehhez a csapathoz csatlakozni, ők is bérleteket vehettek. A színházi évad elején már több mint 200-an vették igénybe ezt a szolgáltatást. Mivel október 17-én lesz az első előadás, a jegyvásárlások is már elkezdődtek. Az első előadás egy népszerű vígjáték lesz a Mezítlába Parkban, többek között olyan szereplővel, aki már korábban elnyerte a pataki közönség tetszését, és Pécsi Sándor díjjal tüntették ki. A műsorfüzetben is jeleztük, bizonyára sokan vannak, akik a fiatal házaspárnak a történetét ismerik, hiszen ezt a témát már világhírű szereposztásban, filmben is megörökítették, de itt Sárospatakon Frajt Edit, Pikali Gerda, Kautsky Armand főszereplésével láthatják majd, és hát nagyon örülünk, hogy ebben a színdarabban is szerepel Koncz Gábor, aki legelső ízben a Sárospataki színházbérletes közönség által odaítélt Pécsi Sándor díjnak is a birtokosa. A sorozat második előadása novemberben egy krimi vígjáték lesz, a Hölgy, Fecseg és Nyomoz címmel, melyet Vári Éva, Gálvölgyi János és Csonka András főszereplésével láthatnak majd az érdeklődők. Az évad utolsó előadása egy igazi klasszikus, Szabó Magda, Abigail című műve lesz. Az intézmény vezetői remélik, hogy a korábbi évekhez hasonlóan teltházas színházi előadás sorozatra számíthatnak. Ünnepi megemlékezéssel és koszorúzással zárult a Sátoraljaújhelyi Oktatási Intézmény eszehét rendezvény sorozata. Az iskola a programok széles palettáját biztosította diákjainak 5 napon át. Voltak sport és ügyességi vetélkedők, történelmi visszatekintők az iskola névadójának, a Kuruc Esze Tamás korába. A hét záró rendezvényén kiderült, hogy mely osztályok vették legjobban az akadályokat, és nyerték el az Esze osztály címet. Ez a muzsika. A Kuruc vezér emlékművénél megtartott ünnepséggel zárta az Esze hét rendezvénysorozatot a Sátoraljaújhelyi Általános Iskola. A megemlékezés keretében az oktatási intézmény diákjai elevenítették fel Esze Tamás életútját. Az intézmény vezetője pedig mindazokra a tulajdonságaira hívta fel a gyerekek figyelmét, melyek mindmáig példaértékűek lehetnek. Esze Tamásról tudjuk, hogy nagyon szerette a hazáját, egy önzetlen ember volt, egy segítőkész ember, és leleményességével tulajdonképpen úgy kiemelkedett a többiek közül. Mi ezt próbáljuk sugallani a gyermekeink felé, hogy ők is fogadják meg ezeket a tulajdonságokat, és ezt a mindennapi életben tudják akkor így kamatoztatni. Az Esze hét mindennapjára jutott egy esemény, egy kihívás. Az iskola vezetői hosszasan készültek arra, hogy a diákok olyan programokon vegyenek részt, melyek nem jelentenek számukra terhet a mindennapos tanulás mellett, de játszva, szórakozva szerezzenek információkat az iskola névadójáról. A tanórákon kívüli ismeretszerzés mellett a versenyszámok teljesítésének közösségformáló ereje is volt. Hétfőn felmentünk a Kopaszkára, és ott volt ilyen akadályverseny osztályonként, amit tanárok pontoztak, különböző megállók voltak, és abban is sok pontot ért el a mi osztályunk. Nekem a kopaszkai kirándulás tetszett a legjobban, azért, mert sok feladat volt, és mindenki belement a feladatokba is megoldani. Voltak nehéz feladatok, de együtt megoldottuk. A diákok számára az árulünnepség talán legizgalmasabb pontja az eredményhirdetés volt, melynek keretében kiderült, hogy melyik osztályok teljesítették legjobban a feladatokat. Az alsó tagozatosok versenyét a nőtősek, a felső tagozatosok versenyét a hírtások nyerték, így ez a két osztály birtokolhatja egy éven át az Esze osztály címet. A megemlékezés végén a város, az iskolák és a rendvédelmi szervek képviselői a tiszteletadás jeleként megkoszorúzták Esze Tamás emlékművét. Végül főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Folytatódik a homlokzat felújítás Sárospatakon. Önkormányzati lakások mellett magántulajdonban lévő ingatlanok is csatlakoztak a programhoz. Újra egy Tokaj-hegyaljai borászat lett az év szőlőbirtoka. A szép és gondozott környezet vonza a turistákat.
családi napok a dohánygyári dolgozóknak. Kirándulást és horgászversenyt szervezett a szakszervezet. Kedves nézőink, Önök az Zemplén Televízió híradóját látták. Híreinket újra megtekinthetik a www.zempléntv.hu weboldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zempléntv@zempléntv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!